Ünnepélyes keretek között július 14-én nyílt a Petőfi Művelődési Központban Kisvári Gyula a Pad című kiállítása. Kisvári Gyula tanár, festőművész, csapdi díszpolgára. Mi régi bicskeiek, Gyuszival gyermekkorunk óta ismerjük egymást az iskolából, aztán később együtt énekeltünk a Zsoszkán kamarakórusba. Még a szüleire is emlékszem, nagyon tisztességes, melegszívű emberek voltak. Bizonyára most büszkék a fiúkra. Gyuszi általános iskolás korában kapta meg az első indítatást, hogy rajztanár legyen, hogy művészettel, festészettel foglalkozzon. Földvári András, Bandi bácsi, egykori osztályfőnöke, művészeti szakkörében tudatosodott benne, hogy festészettel, grafikával szeretne foglalkozni. Érettségi után a győri tanítóképző rajzkollégiumában folytatta tanulmányait, majd később Egerben rajztanári diplomát szerzett. Az iskolákon kívül alkotó táborokban képezte magát. Bicskén a művelődési központban is sok éven keresztül működtek művészeti szakkörök, önképzőklubok, ahol szívesen fejlesztette tudását. Gyula Bári Pál szobrászművész, Némáné Nagy Júlia, Németh Éva művésztanárok, Kokas Ignác festőművész, Bálványos Huba, a Csákvári festőkör mind hozzájárultak Gyuszi művészeti fejlődéséhez. Jelenleg sétáló idejét tölti nyugdíjazásáig. Csapdin tanított több mint 40 évig. Csapdi megbecsült polgára lett, évekkel ezelőtt díszpolgári kitüntetést is kapott közösségi pedagógiai munkájáért, a fiatalok összefogásáért, a túraszakkörök vezetéséért. Már sok-sok évvel ezelőtt bemutatkozott, mint festő, mint művésztanár. Önálló és csoportos kiállításokon vett részt Bicskén és a környező településeken, Csákváron, Zsámbékon, majd Győrben, Bábolnán és még sok helyen. Főképpen akvarell tájképekkel, erdőrészletekkel mutatkozott be, de készültek grafikai sorozatai is. Bicske nevezetes épületeinek grafikái naptárakon, képeslapokon is láthattuk. Hasonló grafikai sorozat készült Felcsútról is. Most nézzünk körül itt a kiállító teremben, meg hát itt az aulában is. Csodálatos képeket láthatunk újra. Az előző bemutatkozás 2015-ben volt, azóta a stílusa modernebbre változott. Akvarell technikával fest továbbra is, de a technika szabályait nem kényszeríti magára, sajátos ecsetkezeléssel dolgozik. Gyuszi nem követ izmusokat, de helyenként expresszionista stílusjegyek azért megfigyelhetők képein. Az expresszionistákra jellemző, hogy a valóság látszatának a puszta ábrázolása helyett a valóságról képzelt érzéseit, gondolatait fejezi ki, lehetőleg minden fegyelmezően közbeiktatott megkötöttség nélkül. Nyugtalan ecsetvonások, bátor olykor meghökkentő színkezelés, fényárnyék játéka figyelhető meg ennek a stílusnak a képviselőinél. Több csoportba sorolhatók a képek, erdőrészletek, tájképek és csendéletek. Minden tájnak, csendéletnek emberarca van, a lélek tükröződik át a papíron. Nem tervez előre, hagyja, hogy a benyomások vezessék. Mikor milyen hangulata van, készülnek vidámabb vagy komorabb, erőteljesebb képek. A saját útját járja, a lélek vezéri. A csendéleteket sem modell után festi, hanem ahogy belülről kapja a késztetést. Vidám élénk színek, a sárga, piros, lila, narancs, májva, virágok szinte mosolyognak a vázákban. Épületekről is található képek, megjelenik a csillagvizsgáló, az Alcsúti Arborétum kápolnája és a kastély. A legtöbb festményen erdőrészleteket, fákat láthatunk. Ezek hol vidámabbak, hol komorabbak. Sötét erdő, sötét színekkel a komorságot, a szomorúságot, a bajt, a gonosz erőket is jelképezheti, de megjelenik a háttérben egy alagút, egy fény, ami kivezet minket a sötétségből. Ez a remény, ami bennünket éltet, ami tovább viszi életünket a jó felé. Vidám, világos képeket is látunk, ahol a fák lombja között beragyog a nap. A lágy színek és a fehér foltok remekül érzékeltetik a napsugarakat. Megjelennek emberek is néhány képen, vadász az erdő közepén a kutyájával, a lágy elmosódott lombok között, vagy egy csoport azon tanakodik, hogy merre menjen tovább.
ki mit gondol, ki mit fedez fel, több kérdést nyitva hagy nekünk. Nézzük például a PAD című képet. Valaki ül a padon, csodálatos fák alatt. Persze azt már a nézőre bízza, hogy aki ott ül, vajon a szerelmére vár, vagy megpihen, mert elfáradt, vagy gyönyörködik az erdő szépségében, és hallgatja a madarak énekét. Gyuszi a festményeivel azokat az érzéseket mutatja meg, amiket az erdő látványa elindít benne. Az erdő üzenete nem mindenkihez érkezik meg, a természettől nagyon sokan elszakadtak. Minden embernek szüksége lenne közelebb lépni a környezethez. Ma ebben az elgépiesített lélektelen világban egyre távolabb kerülünk az isteni csodától, a gyönyörű élő természettől. Álljunk meg egy kicsit, és örüljünk ezeknek az ünnepi pillanatoknak. Kérem, hogy fogadják szeretettel ezt a csodálatos kiállítást, olyan örömmel nézzék végig a képeket, amilyen örömmel Gyuszi ide hozta nekünk. Ezzel zárnám is a gondolataimat, és kiállítást megnyitom. Tanár úr festményének meghatározó motivumairól, illetve védjegyeiről kérdeztük. Hát én azt gondolom, hogy egy jeles évfordulóhoz érkezett ez a kiállítás, hisz egyben nem csak az alkotásokban gyönyörködtetünk, hanem születésnapi alkalmából is gratuláltunk, szívélyesen gratulálunk mindehhez. Meséljünk egy kicsit az előzményekről, hisz egy jelentős tárlatot láthat itt az érdeklődő közönség. Hogy is készültek ezek az alkotások? Hosszú évek óta festegetek, és ezt megelőzően, a mai napot megelőzően egy hosszabb szünet volt, amikor ugyan csináltam képeket, alkottam, ahogy tetszik, de kiállításra nem került sor, úgyhogy gyűlt az anyag, elég nagy mennyiség, aztán úgy gondoltam, hogy ezt a napot, ami egy nyugdíjba vonulás időpontja is lehet, talán kihasználom, és akkor egy teljesen új anyagból tudok kitenni az előző tárlat óta, ami már jó pár évvel ezelőtt volt, összejött néhány kép. Beszéljünk egy kicsit, hogy is készültek ezek az alkotások, illetve milyen koncepció alapján, hisz van itt azért jó pár helyi kötődésű. Igen, hát ez leginkább szinte teljesen akvarell képek, egy-két tus van közte, tehát vegyes technika, de zömmel az, illetve hát rengeteg kép készült, ebből szedtem elő most néhányat, hát ez is jó sok, és az a tervem, hogyha már teljesen nyugdíjasként élhetek, még addig várnom kell márciusig, akkor olaj festésbe csapok át, mert azt régóta dédelgetem, de ahhoz arra ott teljesen át kell állni. Tehát ahhoz másképpen kell gondolkodni. Korábbi képeimhez képest annyi a változás, hogy azelőtt mindent szinte a természetben, kint a szabadon plenér festettem, de legutóbbi időkben már belülről próbálom kihozni a képeket magamból, mert már bennem van. Tehát kirándulok, túrázgatok, járom a világot, és a másik oldalon megtanítok, és az emberekben, gyerekekben is megtaláltam a természetet, és azt hiszem, hogy nagyon adja magát a dolog, hogy ez közös. Tehát az a természet, ami az emberekben, és az, amit látok a kirándulásaim során, az a természet ugyanaz. Korábban tanár úr úgy nyilatkozott, mesterei a tanítványai. A művészet és a társadalom divatjai irányzatai elkerülték, ő is azokat. Gyönyörű hazai tájakon jár, csodálatos emberekkel találkozik, ezért hát rövid az út lélektől lélekig, amelyeket önkéntelenül rajzol és fest. A kiállítás szeptember 9-ig tekinthető meg a Petőfi Művelődési Központban.